Full HD Klub. Filmek, sorozatok, meg minden. Újra itt van a Full HD Klub, a szokásos csapattal. Sziasztok, én Tímár Ágnes vagyok. Én Szőlőskei Gábor, sziasztok. Én Bárdos Csaba, sziasztok. Az előző adást ott fejeztük be, hogy éppen csak bedobtuk az Omen-t. És társait, mármint azokat a horrorfilmeket, amelyek valamiért kultikusak lettek, és aztán én azt mondtam, hogy most állj, mert én ezt részletesen akarom hallani, mert hogy megnézni nem fogom, az fix. Pedig érdemes az elsőt egyébként. A többi nem olyan fontos. De jó, de az viszont ebben. Igen, igen. De az első az tényleg. Na de ijesztgetős az első, és mai szemmel is megijedek. Nem, az nem arról szól. Ne, egyrészt nem arról szól, másrészt meg mai szemmel azért bőven nem olyan. Tehát az Ördögűzőnél elismerem, hogy ma is épp olyan hatásos egyébként, mint amikor bemutathatták, tehát hogy az még ma is egy iszonyatosan félelmetes és kemény film. Szerintem az Omen azért inkább egy nyomozós sztori. Nekem az legalábbis, ugye, ahogy Gregory Peck karaktere próbál utána járni ennek az egésznek. Nem az ijesztgetés a lényege, inkább a hangulatkeltés. Illetve, amit az előző adásban is említettünk, és Csaba is mondta, hogy amikor ugye a fényképeken látjuk, hogy ott valami van rajta, minden fényképen ott áll valami csík, és akkor az mi lesz. De hogy alapvetően nem a jumpscare-ekről szól az Omen, és nem is a vérről, tehát a górról, az egész franchise egészen a mostani részig egyébként egész jól elkerült az ilyen igazán véres dolgokat. Persze volt, tehát hogy azért a második részben az gyerekkori traumát okozott, amikor leszakadt a lift és a kábel ketté vágta a fickót. Te gyerekkorodban megnézted az Hát igen, úgy sikerült az első két részt megnézni. Ez a videókorszakban másolgatták át egy kazettán, LP-n. Édesanyád, mit szólt a dologhoz? Nem tudom, hogy tudta-e. Valószínűleg nem. A megnézés körülményeire már nem emlékszem. Még arra emlékszem, hogy a ragyogást elkezdtük nézni, de fogalma nem volt, hogy hát, mi az, igen. Csak hogy valami film, és már a nyugtalanító főcímzene egy kicsit aztán, amikor már az első, na jó, akkor ezt ne. Tehát, hogy mit vél, egy 20-30 percet megnéztem, és akkor eljöttek, hogy ez igazából egy durva horrorfilm lesz, és akkor onnantól a kanapé mögé bújva leselgettem, egy vendégségben voltunk. Szóval előfordult ilyen, régen a Terminátort édesapámmal megnéztem, korai volt még egy kicsit. Miért szerintem. Az ijesztős volt a Terminátor? Hát nagyon, gyerekként azért, amikor a robot jön, meg ott fú, ott a durva dolgok vannak benne, az attól féltem, más volt azért még akkoriban a megítélés. Mindegy, de hogy valamiért, lehet, hogy csak jelenleteket láttam, nem emlékszem, de egy nagyon sok jelenet megmaradt az első két Omenből. Az első részben a templomról leszakadó, villámcsapás által leszakadó rúd, ami keresztüldöfi a papot, vagy az üveglap, ami lefejezi az újságírót. A második részben ez a liftes, de ezeket régi, tehát ma már nem olyan durvák egyébként, sőt, ma már sok szempontból ilyen megmosolyogtató, mert látszik, hogy egy műfej, meg mit tudom én. De tényleg látszik? Tehát, persze, hogy mai szemmel bénzsa? Látszik. Még egy jelenet is van, hogy a színész feje, ott pillanatra így látszik, hogy egy ilyen becsukott szemű, ilyen műfej, és akkor azt vágja le. Na mindegy. Jó, de az jó ritmus, ezt akartam. Hatásosan föl volt véve, elő volt vezetve rendesen a jelenet. Kicsit egyébként én úgy gondolom, hogy az Omen még a végső állomás franchise-nak is az előhírnöke, illetve valószínűleg ebből inspirálódhattak a végső állomás készítői. Aminek több része van, nekem ez a kedvencem. Az a cím, hogy végső állomás, 4, 5, 6, tehát hogy hány végső állomás? Tudom, mint a Márk Gyulának az első filmje 55-ben a végül. Igen. Tehát a legelső filmje a végül. Tehát öt van, és azt hiszem jön a hatodik. Igen, a végül. Igen. Hát lehet így kezdeni egy karriert, a végül. Igen. Simán, hát ez nem. Hogy ne. Igen. Szóval, hogy most jönöztem a hatodik rész abból, de hogy ugye ott is az van, hogy igazából nincs egy ilyen szörny, vagy gyilkos, vagy bármilyen, nem egyszerűen csak a dolgok valahogy úgy történnek, hogy a szereplőket nagyon csúnya baleset éri. És az Omen ugyanez, tehát ott is úgy kell elképzelni a dolgokat, hogy leesik valami, az megüt valamit, az egy kioldódik egy kézifék, és az elindít egy láncreakciót, amelynek végén szereplő rút halált hal. Igen. Na jó, de az azt jelenti, hogy a cselekményhez nincsen igazából. De van, mert azért az így erős lenne. Az elindítása a cselekménysorónak azért ott látszódik, hogy ott van valami természetfeletti. Persze, tehát a kézifék bekattam. Na ez a legfontosabb, amit mondasz. Tehát, hogy valami olyan dolog okozza ezt, nem egy sorozatgyilkos, ami nem érdekel egy percesen, mert hitelten nekem minden egyes sorozatgyilkos az nem érdekel, hanem egy kisgyerek, aki nem tudja magára, hogy ilyen ereje van.
tehát elmegy az állatkertbe, és az állatok megijednek tőle. Igen. Szafariba, igen. Akkor utána azt mondja, egy aki öngyilkos, és azt mondja, értette Sam Damien. Tehát, hogy mosolyogva. Meg amikor az anyja ugye elvetél, hogy neki megy a kis, és leesik az elmény, és ott nézi, ez a mosolyogos arc nem segít, és az anyja pedig ott kapasz, és akkor látja a Lirimiknek egy nagyon jó jelenet, amikor el kell engednie, és le kell esnie, ugye az emeletről, hogy a gyerek drukkol, hogy ez történjen. De ezt nem is tudja magáról. Érzelemmentes arca, de nem is tudja magáról. Tehát igazából, hogy róla szól a jelenség könyv, róla szól, hogy ő a, tehát ott még nem tudatos az elkövetés. Szerintem ettől félelmetes egyébként. És egyébként a Gregory Peck figura is azért, hogy egy ártatlan gyereket lát benne mindig, és azért nem tudja elképzelni, hogy ilyen legyen, ugye? De aztán, amikor megjelenik a kutya, a sátánista Dada, igen, Dada, segít, aki megjelenik, aki és hozzá. Azért jelenik meg, mert tudja, hogy ő a sátán fia. Igen, és ott igazgatja a dolgokat. Védeni, óvni, és kiteljesedni. A pokol apostol, csak mindig így hívom, ahogy megjelenik, és ugye a kutyát többször felszólítás, hogy nem kell kutya, mégis csak ott van, mégis csak a kutyát behozza, és ugye ő ott jelen van. Nagyon fontos a szem, mindig, hogy a szem nagyon közel mutatja a szemét, és rögtön jön ez a zene. Igen. És akkor rögtön ez a szemkontaktus, hogy ezzel történik. Szerintem attól félelmetes, vagy attól jó, tehát megfoghatatlan valami van benne, a gonosz valami jelenléte egy gyerekben, egy kutyában, egy szempárban, egy bármiben, ezt az, ami ilyen kicsit ilyen, igen, ez a nem tudod meghatározni, hogy mi a gonosz, vagy hát, hogy ez honnan jön, csak valamiből jön. Ami mindig cuki, meg kedves, ami tisztának igen, szokott gyerek, tűnni, egy gyerek, kutya, egy kis kutya. Abszolút, igen, így van. Igen. Tehát, hogy pont a gyerek, ugye, aki az ártatlanság igen csimbora szója. Igen, hát, igen, hogy még nem tudta megrontani a világ, gondolnád, és már úgy jön a világra. Igen, gonosz, és akkor ezzel is eljátszanak, nem tudom, az első, hogy a többi részek is, de hogy van egyáltalán ilyen, hogy eredendő gonosz, vagy azzá válik az ember, ezzel is eljátszanak. Illetve ugye a Angliában játszódik, Londonban játszódik, úgy tudom, azért, ami nagyon fontos, ugye, hogy itt egy fotográfus van, aki ezeket a dolgokat felfedezik, ott a Gábor mondta, hogy különböző csíkok, nagyon haj az ugye a nagyításra. Egyrészt, hogy London, ugye az egy olasz rendező angliai filmje, de ugye 66-ban, ugye, ez pedig 10 évvel később, ugyanúgy valahogy egy ilyen a fixír oldalt, meg a nagyításokon, meg a miniatűrökön keresztül jön rá. Az egy nagyon izgalmas egyébként, akkor látjátok a közeléket. Én emlékszem, hogy nagyon jó voltam, hogy úristen, ott is lát valamit, mennyire izgalmas, ugye? Teljesen olyan, mint a nagyításban, amikor látja egyre jobban a mikromakró. És ugye azt látjuk, tehát ott látjuk ezt a dolgot, hogy úristen, tényleg van valami bizonyíték ennek az egésznek, nem csak amit ugye látunk, vagy érzünk, hanem tényleg a képen is ott van a bizonyíték, szóval ez is izgalmas. Mi volt az a Robin Williams film, ahol ő volt a fénykép? Sötét kamra. Én azt miért láttam moziban? One Hour Photo. De megmondom jó, azért, mert egy premierti vetítést csináltunk. Szerintem nem volt rossz egyébként. Nem azt mondom, hogy rossz volt, csak hogy miért kell emlékeznem bizonyos jelenetekre. Ja, én emlékszem arra a filmre egyébként. A filmre egyáltalán nem emlékszem, konkrét jelenetekre emlékszem. Ja, tehát, hogy így képek. Ezért nem bírom egyébként a horrort megnézni, mert az beleég a rep. Egy horrorfilmet nem egyszer nézel meg, azt egy életre nézed, én legalábbis. Nekem például a gyerekkori ilyen, vagy fiatalkori gyerekkori ilyen élmény, ami valóban örökre belém ivódtak, de például azzal, hogy sok filmet nézek, ezek egy kicsit ilyen összetolultak, és megvisel engem is egy ilyen durva film, de valahogy így ezek aztán így elhalnak, mert sok az ilyen élmény, és akkor azok egy kicsit kioltják egymást, vagy hát olyan, várom az olyan horrorfilmeket, amik így igazán tudnak hatni rám, persze, mert kevés, és mit tudom, én emlékszem, hogy amikor néztük a Másvilágot, akkor így nagyon megféltem, meg megijedtem rajta, az elő tudta hozni belőlem, volt egy jelenet, ahol így máig felugrok, hogyha azt nézem. Működött az a film egyébként. Egyébként igen, meg az jó is volt, mint film, nem csak mint horror, hanem így történet, meg hatás, meg stb. De hogy ritka már az ilyen, ami igazán. Hát ugye, hogy borzongsz, vagy borzongat, vagy feszültségeket, vagy akár suspense, ugye ezek nagyon nagy kategóriák. Ez a különbség. És ha belegondolunk, én hihetetlen, tehát a Psychónak az a jelenete, amikor egyrészt zseniális, amikor kap egy piros lámpát, és előtt átmegy a főnök, és hogy visszanézett, és a zene indul, és hogy megijed, hogy úristen, most akkor észrevették, hogy elhagyja a Phoenixet a pénzzel, és akkor mi lesz. Uh-huh. És utána, hogy megy, ahogy egyre jobban elfogynak az autók, egyre sötétebb van, és így látjuk így, ahogy így hunyorol, és egyre jobban közel, és egyre félelmetesebb, és akkor látja meg ugye, hogy ott van a Bates Motel, a sokkal félelmetesebb, 100 ilyen késes idiótaságnál, tehát abban én nem tudok félni. Mondjuk abban a késes idiótaság is elég félelmetes. Félelmetes, de nem félek, nem élem át, nekem átéltetlen, sose éreztem azt, hogy az ellenem van. Abban viszont beletudtam, hogy úristen, hogy tényleg, amikor te az Omenban megnézi a haja alatt a 3 darab 6-ost,
És ma ott van a kutya is egyébként, és be is jön aztán a kutya, akkor igen, pont amikor nézi. Tehát simán ott van, egy gyerek is fölébred rá, vagy valami, és az iszonyú közelről, és akkor bizonyosodik meg. Az a jel, amikor tényleg a 3-6-os gyereknek a haját megtalálja a Gregory Peck, hogy valóban akkor tényleg ez lehet. Tehát az egy nagyon igen, fontos, hogy valóban, ott a való, és ott szembesül, addig még nem hiszi, addig azt mondja, hagyja engem békén, mit képzel a gyerekemről, miért mond ilyeneket, és akkor kijön eszembe a szobába, ott áll már a kutya, egy nagy rottweiler. És akkor érti meg, hogy na tényleg itt miről van szó. Tehát, hogy sokszor egy, hát mi, a legfélelmetesebb a Psychóban mi? Nekem, emlékszem gyerekként is, amikor a zuhany jelenet, a zuhany jelenet nem volt félelmetes, a zuhany jelenet után, akkor kimegy, és a kontyos mondani. Hölgy hátulról még látszik egy pillanatra. Nekem az volt a legfélelmetesebb. A legfélelmetesebb. De egyébként a pszichonál, ott például most, hogy mondtátok, hogy akkor milyen jellegű ijeszgetés, vagy hogy felforduljon tőle a gyomrod, ugye különböző típusú horrorokról beszéltünk már az előző adásban is, hogy például itt van a zuhanyzós jelenet, még a függönyön keresztül látod már a női sziluettet, az még ez a tipikus igen, ijesztő, amit még annól mondtál az ördögűzőnél is, hogy csak a hangot hallod, igen, és az még már ijesztőbb, attól, mint ha bár. Igen, és utána a késes jelenet, illetve az, hogy, és szerintem iszonyat merész volt az a film akkor, a Pszichó, hogy majdhogy nem, tényleg ilyen nagyon jó vágásokkal tudnak egy teljesen mesztelen nőt kihúzni úgy a kádból, hogy hát nyilván nem látszódhatott semmi, és ott van egy ilyen pár perces idézőjelbe gusztustalan rész, tehát ami a horrornak az a típusa, amikor úgy abban a részébe gondolsz bele, tehát a darabolós gyilkos most itt nincsen feldarabolva, csak értitek, hogy mit igen, mondok, igen, hogy ami már nem az ijeszgetésről szól, csak azt akarja, hogy bocsánkozz meg. Úgy, hogy nem egy snitch sem mutatja a kés behatolását, ugye? Igen, van. Igen, hát ez is a másik, hogy csak lesújtás. De utána pedig a vért, és abból lesz a igen, szem, ami az utolsó, ami láttam még a gyilkost, az a szemet látjuk, hogy az igazi ja, eyewitness. Tehát az még izgalmasabb, de egyébként tényleg, amiket mondtad, tehát, hogy amiket elképzelünk. Hát én emlékszem a Psychóban, utána, amikor van egy jelenet, fölmegy a kamera, és az idős hölgyet leviszi, ugye a Norman, és ott mondja, ne vigyél a pincérbe, stb. És akkor elhiszem, hogy ő él. És akkor kiderül, hogy ez a hangot ő adta. Nekem most sokkal félelmetes, hogy fölmegy, és egy hullát levisz, és közben mondja, hogy ne vigyél a kisfiam, stb. Tehát az a félelmetes benne. Igen. Elképzelni, mi van el a pincében. Elképzelni, milyen ott a kedreggel a Normannek az anyjával, amikor te a halottal van éve. Sokkal félelmetesebb, és az Arbogásznál is, amikor az volt félelmetes, hogy megy fel a lépcsőn, és utána pedig ez a minuszoom, ugye, ami van a cápában is, amikor ülnek a strandon. Ez csak horror zoomnak szoktam hívni. Ez a zoom játék. Amikor behúzzák igen, a... És nem érted, hogy hogy közeledhet, hogy közeled, hogy távolodik, ugye? Távolodik. Hát ez volt ugye a Vertigóban, ugye, Hitchcocknál. Akkor közelítenek a kamerával, és visszahúzzák de a zoomot. Mégis Spielberg is alkalmazza a cápánál, de van egyébként a kontrollban is, ugye, az Antal Nimrod. Ennek van egy rendes szakkifejezése, csak én horror zoomnak szoktam. Hívják, na mindegy. Megírhatjátok, aki tudja, hogy mi ennek a szakneve, az, és hogy igen, mely filmekben látta, és szerette, azt igen, valami ilyesmi. Na mindegy, hogy ott is, amikor az Arbogász megy följe a lépcsőn, és akkor sajátom, és egy csak, és hátra így megy le. Sokkal félelmetesebb az egésznél. Tehát, hogy, igen. Tehát, értitek, hogy ezek a félelmetes dolgok, de nem az, hogy mutatom, hogy beleznek ki, abszolút nem ilyen. Persze, megfoghatatlan, itt is ugyanez hasonló. Hát a ragyogásnál, bocsánat, én addig bírtam, amíg a gyerek elkezdett biciklizni, az a hatodik perc, vagy valami ilyesmi. Hát, de ott is az, ami olyan... félelmetes, időként hallod a hangját a biciklinek, időként nem, mert megy a szőnyegre. Megy, így van, hát az megy a szőnyegen, hátulról látom zseniális, azt a gyereket, ahogy teker a kis lábába, én komolyan... És na, mindig befordul egy sarkon, és befordul egyet, és nincs semmi, most csak van. És ott áll a két érdekel. És azt mondtam, hogy na, ennyi volt a ragyogás. Az ideglenésben is szerintem, én azt mondjuk egy olyan helyzetben néztem, hogy valahogy nagyon beütött. Tudtam, hogy ez volt a marketing, hogy ez valódi, megtalált felvétel, és hogy amit látunk, az valóság, persze pontosan tudtam, hogy nem, de ettől függetlenül azt, hogy dokumentarista módon csinálták meg, az ember bele tudott helyezkedni, nem látunk semmit abban a filmben, tehát az égatt a világon, csak azt, hogy mondjuk az erdő közepén vannak, és hogy gyerekek nevetgélnek valahol a sátoron kívül, a sátorból belül, ezt hallott, hogy mit kereste az éjszaka közepén egy ilyen kisgyerek hang, és csak ennyi, messzire hallatszik egy gyerek nevetgélése, és így a libabőr végigment a háton. Az, amikor elkezdték a sátrat csapkodni kívülről, hát és így rohanva, sikítva, üvöltve elrohannak a sötét erdőbe. Na azért az úgy hatott. Mai szemmel nézve azért az ideglelés, hát na hát amatőr igen, film, az kétségtelen, de ha a saját korában működik, akkor egy csodálatos jó elképzelés alapján ugye elindította ez is a horrorfilmnek a found footage vonulatát, noha nem ezt találta ki, hiszen már a Cannibal Holocaust is egy hasonló volt, csak az inkább a gyomorforgatásra ment rá, ez a félelemkeltésre, ami nálam sokkal jobb, én utálom az olyan horrorokat, ami csak arról szól, hogy belezünk, meg darálunk, meg horror, vagy mi ez a gyilok pornó, vagy
későn azt nem szeretném, köszönöm. Úgyhogy én azt szeretem, hogyha egy film hangulatot kelt, suspense van benne. És én gondolom tovább, és attól fél, az a félelmetes. Tehát, hogy, Aster, és visszamondod ugye a ragyogásban, és ugye amikor fölé néz ugye a labirintus fölé, ami ugyanaz egyébként, mint a szőnyeg, ugyanaz a mintázata, zseniális, és ugye fönt néz a Jack ilyen arccal néz, amiket tavaly Marian Badban ugyanez a dolog, ugye, ugyanez van az a méz fölött nézi, de a legnagyobb szerintem az, amikor tudjuk, hogy hetek óta írja a könyvet. És ott dolgozik, és a feleség oda megy, és megnézi, és 650 lap, semmi már nincs, csak legyen, csak unatkozom. Vagy mit mondod? Két mondat. Csak két mondat, 600 oldalon keresztül. Tehát na, az a félelmetes. És tehát bejössz, hát látom, hogy dolgozol, drágám. Csak munka, csak a munka, csak munka, Jack, unatkozik, Jackie unatkozik, és ez 5000-szer leírva, egy ekkora könyvben. Tehát mi van? Tehát értek, ez a legdurvább, tehát a nagy író, aki dolgozik, ezt hetek óta írja ez a Pali, és mindig azt mondja, hogy dolgozik, és még azt hiszik, és mindenki lábújhegyen megy. Tehát ezek a félelmetes dolgok. Nem, ez csak bosszantó. Igen, van a világban, nem? Tehát dolgozom, drágám, persze. Igen. Na mindegy, úgyhogy én nem hiszem, hogy a Psyóban is, amiket én raktam össze, mi lehetett. Meg hát nem beszélve, az ezek a legnagyobb magyar horrorfilmről, mai napig nem készült ilyen, 4 évig készült, 81-től 85-ig, a Defekt című film, ha láttátok. Zseniális. Legnagyobb film. Azt hittem a Postmortemet akarod. Nem, a Defekt. A Postmortem felett, és minden percen hazugság és egy szemét. De a Defekt. Na azt nézzétek meg, egy kenudási játszik benne, és még egy utolsó szerepe. Már nagyon beteg a Márkus, de ő játszott, és egy-két zsenek, mondjam, a feleségem nagyon beteg, de gyakorlatilag az őről a szó már. Az egy igazi horrorfilm. Tehát ott mutatnak, amikor ott elképzelsz fekete-fehérbe, szilveszterkor, van egy 4 nap szilveszter, karácsi szilveszter között, amikor a legtöbb nő eltűnik ott egy ilyen erdős területen, és ő, és ott is benne van a taxidermia is, vagy a kitömött kutya, nagyon kemény. Tehát az mai napig én azt gondolom, minden egybe. Magyar a legnagyobb. Nem nagyon van. Legnagyobb, Defekt. Egyébként annak van egy kis rövid filmje, az a címe, hogy Rififi, ott is eltéved valaki egy Trabanttal egyébként a északi középhegységben, Törökcsik Mari játszik benne, egy rövid, egy kis 30 perces valami, és hát az alapján készítették el ezt a filmet. 85-re készült el, utána dobozban volt sokáig, és akkor valamikor 90-es évek elején hidegrázás kapott. Na, ezt szeretném pont kérdezni, 85-ben valószínűleg így nem örült a rendszer, hogy mutogatnak ilyen filmeket, és azért nem is mutatták meg. Nem? Elkészült a film, bemutatták, de azt mondták, hogy nem működik, moziban nem vitték, csak tévében. Tévében mindenki látta, és mindenki úristen, Defekt, tehát mindenki na, a Defekt, az egy kőkemény film, és aztán eltűnt, és akkor emlékszem, hogy valamikor rendszerváltás után akkor megint lehetett látni, és voltak ilyen legendás doboz időszakok. Nem tudom, azt tudjátok, hogy melyik volt az a film, ami 30 évig volt dobozban. 1956-tól 86-ig. A magyar film. Igen. Az a film az, amiről keveset beszélnek, pedig egy nagyon fontos film. 56-ban készül el, pontosan a forradalom alatt forgatják, aztán a forradalom után befejezik, már 57-ben, igazából 56-os hivatalosan a film, és azonnal be is tiltják, mondjuk ezt nem lehet bemutatni. Keserű igazság az a címe, Besenyei zseniális alakítása, és Gábor Miklós zseniális alakítása. Egy börtönviselt mérnök, akit börtönbe zár a rendszer valamiért, és egy olyan mérnök, akit pedig kedvel a rendszer, és kiemeli. És egy ilyen Cabrio Warburggal járja az országot, és rossz döntéseket hoz. És egy ilyen silót fölépítenek, és az összedől, és ott hárman meghalnak, valós történetem az építve, ezt filmre vitték, és benne van az, hogy egy felelőtlen kommunista vezető, és a Gábor Miklós mindig óvainti mondja, ezt nem kéne, azt nem kéne, stb., de ő neki nem mondják meg, és a végén pedig az egészet rákeni a Gábor Miklósra, mert ugye börtönviselt, meg ő a Prisa. Zseniális film. Most az 56-ban elkészítik, és 86-ig van dobozban. 86-ban, a 30 éves évfordulóra 56-nak, amikor majd recseg-ropog a rendszer, de azért még igazából nem. 86-ban van ugye Csernobil, Matthias Rusz leszáll a Vöröstéren, a Csesznával, tehát azért kapja a csapásokat a rendszer, és még nincs rendszerváltás, de azt mondják, hogy na jó, akkor ezt a filmet levetítjük. És az MTV1-en, vagy M1, nem tudom, akkor hogy hívták, 20 órakor lejátszották ezt a filmet, 86. október 23-án. Pontosan azért, mert hogy 30 éves évre. Nagyon durva. Milyen lehetett a rendező, amikor mindig bement így a főtitkárhoz minden évben. Elnézést, idén már ki lehetne? Hát, mint a Morgan Freeman, amikor mindig a szabadulását akarja jóvá hagyni a filmet. Van. És akkor most mégse, és akkor végén, na jó, akkor... Nem, akkor már nem érdekel. Akkor már nem érdekes. Igen. 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 Jó, de a fecsétedet meg igazából. Az milyen jó az egészre. Igen. És az mekkora film. A legnagyobb amerikai film szerintem egyébként. Ha kérdeztek, az első 10-ben nekem az benne van. Nekem is. Na mindegy.
Úgyhogy, egyet értesz az IMDb-vel. IMDb, abszolút nem érek az IMDb, de én azt gondolom, hogy az ha igazán dolgokról... Nagyon jó film, remény napjai, csak sosem értettem, hogy ugye egyrészt nem hasonlítgatok én sem másokhoz, de hogy így... Tök egyedi film, nem tudok ilyen filmt volna, mint a remény napjai. Karaktereket se... A börtönt így bemutatni. Csomó olyan film van, amire azt mondom, hogy nem tudok olyan filmet mondani, mint talán a pillangó, ami a börtön meg tudja így mutatni, de így a börtönt, a börtön igazgatnak az aljasságát, ezt a fajta intelligenciát, ezt a fajta dolgot, a alázatot, az öreg agyod elme, benne van, nagyon szép a vége is. Nem, nagyon jó film, hát én nem azt vonom kétségbe, csak hogy... Amerikai szinthez jó. Nagyon... Amerikai filmek között szerintem kiemelkedik. Jó, csak ez most olyan, hogy mit tudom én érted, akkor most ide lehet venni a keresztapát azzal. Tehát, hogy azért tudunk mondani olyan filmeket, ami ezen a szinten van. Ja, olyat persze lehet, de hát ugye nehéz is, hogy filmeket összehasonlítani. Azért mondtam, hogy első 10 amerikaiban. Azért mondom, hogy nem, persze, tehát hogy marha jó, tehát én nem ezt vonom kétség. Nekem top 10-es, tehát hogyha van ilyen, akkor nálam is. Messze, most messze. Most megnéztem nemrég moziban, és most is ugyanúgy működik, igen, abszolút mint működik. Ugye most 30 éves a film, ugye tényleg? Idén. Igen, 90, ja, tényleg? 94-es, így van. Sajnos a Ponyvaregény meg a Forrest Gump évében készült, ezért az Oscar nem annyira tudott érvényesülni, de, és ráadásul moziba ugye megbukott. Nem nézte senki az ég adta világon. Meg a címe, Shawshank, a poszter se volt figyelemfelkeltő, senki nem nézte meg nagyjából, aztán kiadták VHS-en, és akkor felfedezték az emberek, és azt hiszem máig talán a legtöbbet kikölcsönzött film ever, tehát hogy ilyen szinten óriási sikere volt később. De hát nem lett a Stephen Kingnek a ő írta, igen, nem az eredetit. A kis regényt. Tehát, hogy lehet, hogy akkor pont egy olyan hullám volt, hogy az a jó, most már nem tudom, hogy akkor lementek ezek a... Azt is ő írta, de az nem jó a Halálsoron. Én ezt is nagyon szeretem. De messze nem annyira jó. De a Halálsoron később volt. Később persze. Na, és ezt mondom, hogy akkor lehet, hogy az volt, hogy Stephen King, hogy most akkor ilyen ijeszgetős, kiindulva egy ragyogásból, nem? Igen, így van, mondjuk az I mellém akkor már volt. Na, de hát az se volt azért, azért mert gyerekeket rakunk bele, azért nem volt egy vidám film. Hát de nem horror. Nem, volt egy-két ijesztős dolog benne, de... De igen, valóban inkább a horror jelen ismerték, és nem tudták, hogy gondolták, hogy... Inkább az a kölyök filmek közben ott a feszültség, meg minden... Hogy ki ilyet is tud. De szerintem ebben a témában, tehát hogy ilyen börtön, meg ezt így ábrázolni, meg ennek ez a feszültség, ezt így végig, szerintem az gyönyörűen. Tehát ez nagyon-nagyon... Csoda. De még kicsit visszatérve csak az Omenhez, még az előző adás végén csak úgy mondtam, hogy érdemes megnézni, ezt akkor csak annyi, hogy ha esetleg tovább is mondjuk nem maradjon ki, hogy ugye most van mozikban az első Omen, ami egy új része a franchise-nak, de ez egy előzmény, erre a cím is így erősen utal, mint első Omen. Na jó, de akkor a valódi első a film, az csak Omen, oké, de akkor az mi volt, az a... Második Omen volt? Hát ezzel csak arra akartak szerintem utalni, hogy itt indulnak be a dolgok. Tehát nem arról van szó ennél az új filmnél, hogy nem lövök le semmilyen poént, előre annyit elmondok. Tehát nem arról van szó, hogy akkor megint van valami másik sátán gyermeke, mint mondjuk ugye például a negyedik részben már egy új sátán gyermeke volt, egy kislány. Inkább olyan, úgy viszonyul az Omenhez az első Omen, mint a Zsivány egyes egy új reményhez. Tehát egy közvetlen előzmény, amiben úgy történnek a dolgok, hogy onnan konkrétan ott indul az Omen. Hogy mik vezettek ahhoz, hogy Damien megszülessen. És ennél fogva Rómában játszódik, ugye, hiszen ott történik maga ez a... ugye a Gregory Peck feleségének félre sikerült szülés, amiről tudjuk, hogy aztán igazából hogy is volt, és kapja meg helyette magát Damient, így van. Ezért a 70-es években játszódik egy apáca, nem is zárda ez, hanem egy ilyen nevelő otthon, ahol egy fiatal amerikai novícius érkezik, és akkor ott belekerül ebbe a forgatagba, és akkor ott van egy lány, aki kívülálló, és ilyen fura dolgai vannak, és akkor őt próbálja pátyolgatni, és akkor történnek dolgok. Tehát akkor várjál, akkor ezek azok a karakterek, akik a régi elsőben voltak, csak fiatalabbak? Csak a Brennan atya az, aki emlékeim szerint csak ő az, akit itt ebben a filmben is betettek. Ő az a pap, aki próbálja figyelmeztetni a régi Omenben, ugye Gregory Peck karakterét, Robert Thorne-t, hogy hát a sátán fiát neveli. Szóval ő ebben a karakter meg van ebben a történetben, és nem ő a főszereplő, de fontos szerepe van, és hasonló karakter, már itt is mindenkit figyelmeztetni akar mindenre. Nem lehet valami nagy ázsiója azért ennek a karakternek, nem, hogy állandóan figyelmezted, de senkit nem érdekel. Őrültek tartják, így van. Értem, remek. A történetről nem is mondok többet, mert a többi az már igazából
legyen a nézők ajándéka. Ja, és még ez viszont tényleg egy véres. Ez egy brutális Omen film. Próbáltak ebben a filmben egy kicsit kedvezni azoknak is, akik az ilyen véresebb jeleneteket szeretik, de nem, a hangulatkeltésre azért odafigyeltek, nagyon jól bemutatják a 70-es évek római milliójét, szerintem az ilyen kifejezetten jól sikerült, tehát kicsit olyan a film, mint a tényleg a 70-es évek Olaszországában játszódna, vagy meg akkor is vették föl, úgy értve, a színekben, az egész hangulatban, a zenékkel, minden erre rámentek, viszont ugyanúgy benne van ez a megfoghatatlan, vannak benne történetbeli csavarok is, tehát egy kicsit ilyen mindenben, nem, természetesen nem akarom a régi eredeti Omenhező minőségben egy szintre helyezni, de a többi Omen filmnél szerintem jobb. Tehát, hogy igazából mondhatjuk, hogy ez a második legjobb Omen film számomra. Tehát az első Omen az a második legjobb Omen film. Számomra legalábbis, lehetne mindenki ért majd egyet. Jó, a kettő az nem annyira rossz egyébként még, de nekem ez a film ez hatott, mert azt vettem észre magamon, hogy úgy félelmetes, vannak benne ijesztős részek, vannak benne véres részek, de a hangulat az megvan, és nem tudod, mire megy ki az egész, hogy jutunk el oda, azt már így levágja az ember, hogy igen, akkor pont előtte vagyunk, és ha valaki érdemes megnézni az első filmet előtte, tehát a 76-ost, mert a kapcsolódási pontokat anélkül is értelmes, hiszen igen, egy korábban játszódó történet, tehát nem kell nem hozzá, hagyta. Csak a kapcsolódási pontok szerezhetnek esetleg még plusz élményt, hogy aha, az ember, és így jutottunk el oda, aha, szóval ilyen rádöbbenések lesznek, de egyébként inkább fogalmazunk úgy, hogy egy korrekt horrorfilm, ami szerintem egyébként meglepetés, mert hogy egy pacsék valamit vártam tőle. De egyébként, ami érdekes, a régi második, harmadik résznél, ugye volt, még a videókorszakban, nem tudom, mennyi volt köztük, de a Damien, meg ugye, amit mondtad, ott nagyon érdekes, amikor azt mondják neki, hogy olvasd ezt, és ez rólad szól, mert idősebb már ugye a Damien, és valaki mondja, hogy olvasd a Bibliát, rólad szól, és akkor ott döbben rá saját magára, tehát nagyon izgalmas, hogy segítenek, hogy neki, hogy akkor te vagy a gonosz, te vagy a rossz. Mindig van segítője. Mindig van, és meg a tudatosan a gonosz tesz. Tehát nagyon, igen, tehát nem az Ószövetséget adják oda neki, hogy olvasd el, rólad szól. Igen. Meg van ilyen beszélés, bemegy egy templomba, és akkor mondja, hogy Názáret, te nem nyeltél semmit. Ugye, hogy az én apámat kiűzették a paradicsomba, tehát van egy nagy szövegekben, nem érzem. A harmadikban már konkrétan az új Jézus megszületését próbálja megakadályozni, aztán amikor nem sikerül, akkor ugyanúgy, mint Heródes, meg akarja öletni az első szülötteket. Tényleg, ez is van. Úgyhogy azért mondom, az egész kinyit egy picit. Úgyhogy ilyenek is vannak benne, úgyhogy... Mondanám, hogy meghoztátok a kedvemet, de az hazugság lenne. Nem, ezeket ki lehet hagyni egyébként a folytatásokat. Nem, még a kettőt esetleg, mert ott tényleg, ahogy Csaba mondja, az a vetülete annak a filmnek, hogy ott döbben rá saját lényére, az mondjuk érdekes. Tudattalanul teszi a gonoszt. És van benne egy-két jó kis halálnám, de az elsőt azt mindenképp ajánlom. Nem veszít igazából olyan óriási dolgot senki, hogyha esetleg kiadja az első Omen, de szerintem mai igényekhez, a mai elvárásokhoz, mint horrorfilm abszolút megfelel, mert hogy több szempontból is. És ez Gregorik meg utolsó játéka talán, ugye? Nem tudom utána. Nem. Volt még. Azért kérdeztem, hogy a brazíliai film az később. Meg a Kékfírben is még szerepel. Ja, tényleg, bocsánat. De a Liri még talán utána, mint el pár évvel. Egyébként az érdekes, hogy az előző adásban beszéltük, hogy ezek a jó, állandó jó karakterek, állandó rossz karakterek, és Christopher Plummer, aki nekem mindig óriás szerelmem volt, nem tudom, észrevetétek-e, hogy fiatalon általában ezeket az ilyen inkább pozitív szerepeket kapta, hát eleve helyes fiú volt. Amint betöltött egy bizonyos kort, nem tudom, 65 lett, vagy valami, meg annyira megváltozott, felismerhető volt az arca, de egy másik emberré vált, mint a Sam Neill, az idős Sam Neillnek semmi köze nincsen a középkorú Sam Neillhez. Na mindegy. Hát vagy a Sean Connery, van vagy a fiatal Sean Connery, nincs semmi, csak van az idős Sean Connery, meg a fiatal Sean Connery. Hogy annyira ennyi. Sokat változik fizikailag is, hogy egyszerűen másik. És a Christopher Plummer időskorában csak negatív szerepeket játszott. Tehát most elkezditek sorra venni, nincs, még szinkronban is. Tehát, hogy a abban, a felben. Ja, igen. Ott mindig ott ő a gonosz öreg ember. Nem, a kezdőkben nem gonosz. Hát jó, most egyet tudtunk mondani, de ő ráadásul nagyon aktív volt. Nagyon, tehát a időskor rengeteg filme. Játszott, igen, konkrétan halál. Még az utolsó filmjére is Oscar-ra jelölték. A világ igen, összes pénzért, igen. Tehát, hogy hát nem mindig, de igen. Tehát, hogy lehet, hogy aztán egy olyan fizimiskája lehet, vagy olyan arcberendezése, ami predesztinált. De még a szolidabb szinteken a is belső ember. A fiatal Freddy Krüger is se tudunk semmit. Szegény Robert Englund. Mi vitte rá, hogy nem tudta visszacserélni a csíkos pulóvert, és az rajta maradt. Kérdezzek a Gábortól.
Igen. Ja, de ez nem olyan csíkos. Nem olyan csíkos. Az piros, más a piros színű, zöld, az ilyen. Piros, ja, jó, okay. Igen, igen. Meg kötött. Meg a kalap. Ja, ja. A kötött, igen. De ez, ahogy mondtad a látványt a 70-es éveket, hogy az, és hogy a Star Wars-zal hasonlítottad össze, hogy eszembe jutott, hogy ugye a Zsivány egyesnél az mindig nagyon vicces volt, hogy a végén, ugye, ahogy te is mondtad, el kell jutni arra a pontra, ahonnan el tud indulni a régen ismert trilógia, és miközben tök jó ugye a látványa a Zsivány egyesnek, a végén muszáj behozniuk a gépi, tehát a technológiában azokat a kicsit ilyen bugyuta gombokat, meg formákat, hogy ne érezd azt, hogy nincsen kapcsolódási pont a 70-es évekbeli filmmel. Mert én azon mindig szétröhögtem, ahol Luke Skywalker felnőtt, hogy ő lényegében egy ilyen befúrt a gödörben laktak, de az egy 70-es évek konyha volt. Tehát ahol Beru néni főzött. Hát tehát azok a színek, meg igen. Minden. Tehát tökre... Na és hogy itt annyira vicces volt, hogy időtlen volt ugye az egész Zsivány egyes, mert direkt nem akartak semmire utalni, és végre, amikor megjelent az a vezérlő, meg akkor már olyan, hát az igen, szóval ez így elég béna, de... Hát ez az. Tehát különben valamennyire kapcsolódik muszáj, el, mert igen. Igen, visszafejlődtetek, vagy mi történt? Tehát azt nem lehet mondani. Hiába 40 év különbség. Azt mondtam, hogy más horrorisztikus történetek is lesznek ebben a mai adásban, mert mindig belekezdünk a remake-ekbe, mert hogy rájövünk, hogy abban mennyiben. És így eszembe jutott, hogy nyilván volt rengeteg rossz feldolgozás, de amikor például magyar filmek... Ugye voltak 2000-es években ez a mélyrepülése a magyar filmnek. Ja, a remake-eljük a magyar filmeket? Hát a régi filmek remake-elése, így van, tehát igen. A Hippolyt, Meseautó, az mi 2000-es évek vége. De bocsánat, a Hippolyt... Egy szoknya, egy nadrág társai. A Hippolytnak akkor ott volt jogalapja. Hát egy új rendszer elkezdődött. Jöttek azok a bizonyos új gazdagok, ezzel mindenki szembesült, hogy ugyanabban a korszakban, ugyanabban a rendszerben szocializálódtak, és pontosan azt mutatta, mert a Hippolyt, az a két világháború közötti az az urizáló idő, ahol a 3 millió koldus országában vannak ilyen gazdagabbak, akik megengedhetnek maguknak lakályt. És egészen biztos vagyok benne, hogy nem kifejezetten fikció, hogy a 90-es évek első felében, majd úgy értem, hogy vagy a 2000, valaki így mutatja a saját gazdagságát. Bocsánat, hogy tényleg mindig előhozzuk minden adásban, a szomszédokban is van, benne van ez. Tehát ott is ilyen elítélően mutatják azokat a új gazdagokat, akiknek már ilyen libériás lakályok jelennek meg, és akkor így hozzák a tálcát. Tehát ilyen abszolút negatív, szintén 90-es évek. Hát ott már az első felében is feltétlenül, de a másodikban bőven. Tehát azt mondom, a Hippolytnak még volt, ott azt mondtam, hogy a Kabai Barna csinálta azt is, ugye? Kabai Barna. Hogy ott azt mondtam, hogy ez egy tök jó ötlet, most nem a film maga, hanem az, hogy ezt remékeljük, mert most visszakerültünk ugyanabba a világba, tehát hogy nyilván ez még ment az ugye. Hát csak utána azt mondták, hogy nem tudom, siker volt? Mert biztos, hogy az volt, különben nem álltak volna neki. Sikeresek voltak ezek a remékek. Tehát még az egy szoknya, egy nadrág, meg az egy bolond szállat csinál is. Még a megint tanulva, az is volt a tanulnak, hogy az is iszonyat. De az már folytatás. Az 90-es évek a folytatás. Igen. De milyen érdekes egyébként, hogy az egy szoknya egy nadrágban, ugye ez eredetileg a Latabárnak volt, ugye egy egyébként zseniálisan, jó? Tehát, hogy az, tehát ha valaki meg akar nézni egy jó filmet a kettő közül, akkor azt nézze meg. Én nekem, igen, hogy egyébként van egy pár példám, ahol már arról is beszéltünk, hogy mikor jobb. Igen, arról minden, igen, jobb. Csak hogy eszembe jutott az a jelenet, hogyha megvan, amikor a Latabár már nőnek öltözve, a Csortos Gyulának nyújtja a kezét, hogy csókolja meg. És így mondja neki a Csortos, hogy amikor a kettesben, akkor még egyszer ide nyújtod, én beleharapok. Jaj, ugyan már. És persze, hát nyilván nem bírja ki, és tehát közönség előtt azért beleharap. Ah, és azt mondja a Latabár, hogy a kis mohó. Tehát egyszerűen annyira édes, és a remake-nek egyetlen jó pontja, hogy végig azt érzed a régi filmben, hogy miért nem lép le azzal a nővel, aki hozzávaló. A braziliai özvegy, vagy milyen volt? Braziliai volt talán? Nem tudom. Valami dél-amerikai özvegy. Valami dél-amerikai. Aki mutatják, hogy egy korban hozzáillő, nagyon decens, művelt, értelmes nő, akivel látszik is, hogy nem egy borzasztó dolog együtt vacsorázni, csak el akarja venni a gazdag gróf. De ott van a Csikós Rózsi, aki nem volt jó színésznő, viszont elképesztően gyönyörű volt. Tehát, hogy nagyon kevés olyan szép ember van, aki nem csak az adott kor divatjában szép. Tehát, hogy ha ő most lenne 20 éves, ő most is a szép lányok közé tartozza. És ezért neki, a Latapár Kálmánnak a szép lányjal kell összejönni, mert úgy szól a mese. És a remake-ben, ugye ott a Kéri Kitti volt
a B változat, igen, tehát a barna, és ott érezték. Ez az egy, hogy ott érezték, hogy nem, hát neki vele kell elé. Miért kellene neki a jó csaj? Tehát az oroszlán szónja volt a... Nem tudom, mert akkor ugye ugyanazokat az embereket pörgették. Jótékony feledés homálya nálam. Igen, igen, nekem sincs ez így meg. De a miniszter félrelépés, még összekeverem, hogy melyik volt melyikben. Úgyhogy... Amúgy a miniszter félrelép a rendszerváltás óta a legnézettebb magyar film. Máig, pedig 97-es. Több mint 600... Nem, a kontroll. Nem, bőven, a top 10-ben sincs benne a kontroll. Ez több milyen már? Több mint 600 ezeren megnézték a miniszter félrelépet. Tehát iszonyatos siker volt. De most már soha van, nem fog bekerülni a top 10-be, csak annyit mondom. Azt mondod? Biztos vagyok benne. De mi nézettség alapján? Nagyon sokan megnézik. De annyian nem. Nem lesz meg szerintem 200 ezer néző sem. Ott meg azt hiszem a top 10-be ez így 400 ezer vagy 3 biztos, hogy kell. Aha. Szóval igen, valami Amerika, meg egyébként 4 Herendi Gábor film van benne. Hát szóval ő a magyar blockbuster pápa. Vagy a taxikóma? Azban nincs, a kincsen valami Amerika 1-2. Toxikóma, igen. Meg a Magyar Vándor. Az mondjuk borzalmas. De az is szerintem egyébként a múltkor én belefutottam a Magyar Vándorba, nyilván úgy unblock, nem mondhatod azt, hogy az a film az működne, vagy jó lenne, de olyan sok édes dolog van benne, mint amikor megérkezve a... Hát csak nem film, nem. Tehát jó. Hát nem, azt mondom, film. Hogy nem egészben, amikor Zente Fer, az idős... Egy jó magyar Monty Python film, csak nem lett. Igen, csak azt mondom, az idős Zente Ferenc újra visszabújik a tenkes kapitány a szerepébe, és egy korsó sört lehúzott magát. És ezek olyan... Tehát, hogy ez nem elég egy filmhez. Igen, ez ezért mondom. Egy nekik reklám, vagy valami, de ne. Érdekel, bármi lehet, csak mindig azt mondom, tehát bármi reklám lehet, így reklám legyen belőle. Tehát. Na, de azt mondom, hogy ezért nem filmként nem értékelhető, nem. De volt benne egy-két ilyen... Magyarvándorban pont ez érződik, hogy így kitaláltak sok különféle geget, és ezt próbáltak valahogy összegyúrni, csak nem sikerült egy egységes valamivel, ez egy epizodisztikus... Szeszélyes érszakok. Igen, szeszélyes érszakok jelent lett volna bemutatni, pontosan akár a szeszélyes összak, tök mindegy, jó, mondjuk ott is voltak kevésbé jó, meg jó jobban sikerült részek, nem érdekes. Hogy én a jókra nem emlékszem. Voltak azért jobb az optikusnál, de nem az optikus, az zseniális. Jó, optikus, az tényleg jó. Nem rossz az optikus. A bodrogi offset vásárol, meg ilyenek. Csak igen, az ugye kiderült, hogy sajnos mondja Python. Igen, az közben kiderült, igen, de attól még működött. De az optikus az nekem is a kedvencem, mondjuk én nagyon szeretem Körmendit. Az a fogas. Uram, ön kiolvassa az egész bútorzat. Igen. Szóval... Jó, oké. Okay. Látok, uram, látok. Látok, én is látok. Tökéletesen látom magát. Én is. Az egy Gábor és Körmendi. Igen, a Magyar Vándort meg valószínűleg így adódott, hogy egy ilyen kicsit magyar Monty Python-szerű valami akar lenni, amely történelem, magyar történelemmel játszik, de inkább gegek sorozata, csak nem állt össze egészé. Ez volt a baj, nagyon szerettem volna szeretni, csak hát nem lett jó, de ettől függetlenül pedig, nem tudom, még Amerika filmeket egyébként. Az első kettőt szeretem. Ez elképesztő, hogy lehetett a harmadik ennyire rossz. Én nem tudom, rossz. A harmadikat hogy sikerült ennyire elrontani. Nem is értem. Olyan, mintha azt mondta volna Herendi, hogy valaki írna valamit. Igen, nem volt ebben már több. Nem volt több. Na de értem, de ezt ő, szóval ez viszont tényleg rombolja az ő brandjét. Mert a második, az simán felvette a színvonalat az elsővel. Most igen, lehet vitatkozni, hogy melyiket szereted jobban. Tök jó volt a második. A harmadik az nem volt film. Nem. Okay. Nem, azt mondom, volt még a Csak szex és más semmi is benne van a top 10-ben, azt én kifejezetten szerettem, hogy a magyar romkomok között egy teljesen... Hát egy felüdülés volt. Egy felüdülés volt, így van. Ugye pont abban az időszakban jött, amikor ezek a filmek jöttek, amiket az előbb soroltunk. Tehát ilyen SOS szerelem, meg 9,5 Randi, meg ilyenek. És sajnos ilyen Parkoló, meg ilyen film. Mekkora film a Parkoló? A Parkoló jó film, én szeretem. És senki nem látta. Talán a Made in Hungária nem volt rossz ebből a korszakból. Az volt a gondom vele, hogy nem tudta eldönteni, melyik műfajban vagy stílusban maradjon. És nem volt koncepciózus, hogy amikor megszólalnak a Hungária dalok, akkor átvált egy mesevilágra, és egyébként meg ez a szürke szocializmus van, mert az is az tök jó lett volna, hogyha van egy ilyen koncepció, mint mondjuk a Táncos a sötétbenben, ahol igen. Látjuk, hogy nem, össze-vissza, ahogy kedvük volt. Értem, mire gondolsz. Kiugrik az ablakon, és bele rögtön az autóba. Klasszikus. Azt tudjuk, hogy egy ilyen gag tulajdonképpen. De közben meg utána mutatják, hogy beviszik kihallgatni a Fenyő Iván játszott a, nem tudom, hogy hívták a csávot, és jó megverik. Tehát, hogy
az meg így akkor a valóság, hogy mi van? Hát kicsit, igen. És a Csini Baba, az milyen szintű? Az is benne van a benne van ebben? Top 10-ben, igen, az is egy nagyon-nagyon-nagyon sikeres nézetfilm volt. Csable Csacsi? Az nincs. De a rendszerváltás utánról beszélek. És az még pont előtte volt egy pár hét. Azt hiszem valahogy úgy, hogy benne van. Most nem akarok én se. Na mindegy, de hát az is alap. Igen. De igen, szóval vannak jó és kevésbé jó filmek is, az, hogy mi kapja a közízlést, mi az, ami így betalál, az nehéz ebből a szempontból de megítélni. De minden esetre ezek a magyar remake-ek közül nem tudunk olyat mondani, hogy jobb lett a... Igen, olyan, abban nem lehet, de mondjuk arra se gondoltunk volna, hogy a Samuel Weiss viszont meg tényleg ilyen nézet lesz, ugye azt meg több mint 300 ezeren látták már. Uh-huh. Sorstalanság is benne van a top 10-ben. Van egy film, ami Samuel Weissről szól, ki nem néz, érted? Tehát, hogy most nem azt mondom, hogy akkor mindenki elrohan moziba, pedig persze ezt számolják össze, de azért, hogyha van valami, amiben tudsz kapaszkodni, és nem csak a, érted, egy fiktív történet, annak szerintem mindig nagyobb lesz a nézettsége. Hát a kincsem is gondolom ezért, hogy ez is ilyen nagy... Bocsánat, mindig eszembe jut, hogy és én Hanvas Dani volt az, aki ezt mondta, hogy az egy életrajzi film. Alulról. A ló életrajzi film. Így van. De hát ott az is ugye, hogy mindenki ismerte a híres magyar ló, és akkor... Ja, azt, bocsánat, el kell mondanom, hogy én nem tudom, hogy ott mennyire működött már ez az állatvédelmi koordinátor, biztos, hogy sem ennyire. Reméljük. Kellett, nem? Megvan az a jelenet, mert én a múltkor kínosztam magam azzal a filmet. A legrosszabb része. Konkrétan megfogja a csizmáját a Nagy Ervin, igen, és hozzávágja a kutyához. Ott... A lóhoz. Nem, először... Jaj, de van, amikor megveri a lovat, arra gondoltam. Az a vége, amire egyébként lovas emberek mondták, hogy soha nem. Tehát ilyen nincs. Eldorado Blitz, hogyan üti a lovat? Hát igen, de mondjuk az nem... Az ördögöt. Igen. Na mindegy, hogy itt a kutyák. Először... Ja, igen. És olyan borzasztó gondolom, mondták neki, hogy vegye föl a macskát, és hogy ne úgy, mint ma, hogy így fölemeled, mint egy babát, hanem olyan jó régi módján, hogy fogd meg a nyakánál, mint a... Igen. De szerintem a Nagy Ervin nem igazán tudta, hogy az így hogyan működik, és a macskának megfogta a nyakát. Az egész nyakát. Ja. Szerencsétlen macska össze-vissza kapálózott, mire végre le tudta tenni, nem letette, bedobta a házba. Tudom, hogy a macska talpra esik, de ne dobáljuk. Majd utána fogja a csizmáját, és a simán a ott napozó kutyához hozzávágja. Igen. Na most az nem CGI, érted? Nem. Hozzávágtunk egy csizmát egy kutyához. Igen. Egyszerűen nézni rossz. Teljesen idegenítették a kincsemben a Nagy Ervin karakterét. Igen. Már ezek kapcsán is egy utálatos figura volt, amikor megverte a lovat, a koronatok kezdve csinálhatott akármit. Igen, hiába jött utána, hogy jaj, úristen. Megmentem, meg kimentem. Kit érdekel? Egy idióta vagy. Tehát ezt nem értettem én is ezt a koncepciót, erre miért volt szükség, mert onnantól kezdve nem érdekelt ez az ember. Jó, mondjuk a lóról szól, és a kincsemnek kellett ukkolni, nem a Nagy Ervin karakterének. Mindegy, nekem is vannak probléma a kincsemmel, de az is azért, amit elért, az nem semmi. Szóval igen, nem lehet pontosan tudni a közönség ízlését, még ma is nehéz megtippelni, akár Magyarországon, akár külföldön. Nincs egy konkrét recept, vannak próbálkozások, de sosem jön be kétszer ugyanaz, tehát, hogy... Ez az egy nehéz dolog egyébként. Nem, én gondolkoztam ugye, hogy mondom ezeken a jobban sikerült remake-eken, és lehet, hogy rám fogtok cáfolni, de például az Ocean's Eleven-nek az eredetie, a Sinatra-s, még akkor is, hogyha ott adott volt, hogy a második világháború után vagyunk, és ők a háborúból ismerik egymást. És az az ő egységük volt valószínűleg, ez a csapat, igen. De maga a film az semmi. Tehát nem tudom, hogy így megvan-e, elmegyünk lopni. Volt egy ilyen dokumentumszám, hogy megyünk lopni. Igen. Ennyi. És ezen a szinten maradt. A dicső 11 címen. Igen. De nem voltak dicsők, csak loptak. De nem, komolyan semmi. Nem volt benne nem volt még ez a heist film, amiről mondjuk már igen, ott még nem érezték ezt. És a Thomas Crown ugyanez. Pedig én Steve McQueen-t imádom. És nem egy jó film a Pierce Brosnan-es verzió. Na de bocsánat, ha van egy milliárdosunk, aki az eredetiben csak simán bankot akar raboltatni. Tehát nem a játék van meg benne. Nem tudod, miért csinálja ezt. Most akkor mégis kell a pénz, vagy adrenalin? Nem adrenalin az, hogy megbízok 4 embert, hogy mit raboljon ki. Hát az új filmben pont ez volt a lényeg, hogy neki nincs rá szüksége. Hát ugyanúgy vissza tudja tenni a képet, ahogy lelopta. Ő játszik. És akkor így azt mondod, hogy végül is így milyen szemét dolog a gazdag emberek itt szórakoznak, de direkt azt mutatta, hogy nem a kis nyugdíjas pénzét vette el, hanem műtárgyakat, amit szintén nem szép dolog elvenni, de hogy az a kategória, ami minket átlag aljanépet nem érint, hadd játszanak ott maguk. Tehát, hogy az működött, igen, ez a felvetés. És meg mondjuk a Faye Dunaway-nek az újra szerepeltetése az arra. Igen, és az Alfie?
Mert ugye a régi Michael Caine-féle Alfie az ugye igen dráma. Idejét múlt. De nem az, nem is, nem is az, hogy idejét múlt, hanem az egy dráma. Kőkemény, igen, igen, igen. Mert hogy ugye ott tudjuk, hogy a, az új verzióban a Jude Law-t lényegében nem felmentik, hanem mintha megmentenék a lelkét. Uh-huh. Tehát a filmben megmentik ezt a karaktert. Uh-huh. Az eredetiben nem. Igen. És ez egy nagyon fájdalmas, ettől működött az akkor. És ma is, akármennyire tartjuk jó vagy rossz filmnek, azért, azért volt erős. És ugye sokkal inkább forgott az abortusz körül az a történet, de ott azt úgy is mutatta meg, hogy az ott megtöri az életét mindenkinek. Itt az új verzióban, ahol ugye a barátja csajával... Hát ahhoz képest, igen. Hogy a barátjának a csajával jön össze, aki teherbe esik, tehát mindenképpen úgy dönt, hogy el kell vetetnie, mert gondolom itt a bőrszín miatt volt, hogy nem tudja igen. azt hazudni a férjének, hogy tőle van, ha egyszer egy, ők feketék, és a Jude Law-val jött össze. De hogy ezen úgy túllépnek, tehát hogy kivették a fő konfliktus körből, és a Sienna Millerrel való kapcsolatát állították be középre, mert hogy a romantikus történet az minket biztos jobban érdekel. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ugye, 2004-es közönség. Tehát míg a társadalomról szólt az eredeti, és hogy az azon belüli helyéről Alfinak, ez az új, uh-huh, ez egy béna romi film volt. Uh-huh. Igen, megosztó volt egyébként, voltak, akik nagyon szerették, voltak, akik kevésbé. És volt még valami, ami jobb remake? Mert most is gondolkodom, csak annyira kevés azon gondolkoztam, hogy nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy a Vanília jégboltot előbb láttam, mint a Nyisd ki a szemedet. És ezért a Vanília jégboltot tudtam kedvelni. Ja, igen? Mert hogy, nekem már úgy se sikerült, hogy nem láttam előtte a Nyisd ki a szemedet. Mert nekem annyira, azt hiszem, hogy maga a történet. Tehát, hogy szerintem azt nekem el is bábozhatták volna, uh-huh. engem akkor is kiüt. Uh-huh. És utána nyilván, amikor megnézem, hogy nyisd ki a szemed, akkor azt mondom, hogy jó, felejtsük el a vanília égboltot. És a különlegessége, hogy amikor átviszed, amikor nem a rendező rendezi újra saját magát, hanem a női főszereplőnk ugyanazt. Tehát, hogy Penelope Cruz eljátsza a Hollywood által feljavított Penelope Cruz-t. Azért az mondjuk viszont ilyen, na, ott lehet lemérni, hogy az eredetiben egy ember, egy élő lény, tehát hogy hibás, és ott meg egy festmény. Tehát, hogy igen, még látványra is, meg minden. Igen. Hát eleve nem adtak volna neki olyan szerepet, hát ő pantomimes vagy bohóc volt az eredetiben, még mutatják is, tehát nevetségesen néz ki. Ez a klasszikus Harlequin bohócnak van beöltöztetve, ami persze szomorú bohóc, de attól még egy nő, hát nem hiszem, hogy így sok pasit fog egy ilyen ruhában, nem? Ahelyett ezt nem lehetett a vaníliaiboltból, táncos nőnek kellett lenni. Igen, ez igen. Sokkal ilyen, nem tudom, szexibb vagy menőbb, tehát hogy ez így nem annyira jött össze. A képfilt mondják egyébként páran. A True Lies szerintem jobb, mint az eredeti francia. Ja. De én nem láttam az eredetit abból. Tehát ez a Két tűz között lett a magyar címe. Két tűz között, a True Lies Két tűz között. És akkor az eredeti a Thierry Lhermitt főszereplésű francia film, a szigorúan titkolt ügynök, hogy valami ilyesmi volt a címe most, ha jól emlékszem. És a True Lies azért egy emlékezetesebb darab. Az alapszitú, igen. Az természetesen az eredetinek a pozitívuma, illetve hát hozadéka. Úgyhogy az onnan van, de maga szerintem azért úgy Cameron szórakoztatóbbá csinálta az akciókkal, és a poénokkal, és a színészekkel is ezt a történetet. Már az, hogy Arnold Schwarzenegger tangózik, és úgy lehet, hogy rommá van vágva a jelenet, érted, mert kettőt nem tudott lépni, mert nagyjából annyira kecses a mozgása, mint az angolja. Igen, tehát körülbelül, igen. De a kedvenc mondatom az, amikor már elrabolják őket, és megkapja az igazság szérumot. És azt, hogy kérdez valamit, igen. Amire tudod, hogy hazudnék. Meg fogunk halni? Megám. Ez az a válasz a feleségének. Megám. Osztán. Egyébként egyébként sok minden. Pont ezt akartam mondani, nekem a tükröm jutott nekem az eszembe. Nekem meg a madárfészek. Ja, és hát a madár, az olasz. Jaj, mi? Ja, az eredeti az olasz, ja. A madár. A francia filmből készült. Nem, olasz film volt, de lehet, hogy olasz-francia koprodukció. Esküszöm, francia az eredeti címe. Annyit a... Hát mondom, hogy lehet, hogy koprodukció, aha. De az Ugo Tognazzi, nem tudom, Tognazzi játssza benne a főszerepet, és az még az eredeti cím volt a... Őrültnök ketrece. Uh-huh. Na, és lehet, hogy koprodukció volt. Az lehet.
Mert nagyon egyébként a franciák meg az olaszok abban azért nagyon sokat dolgoztak. Ja, persze, átjárás volt. Nagyon sokat, francia, persze, persze, olasz zene, francia rendező, persze. De ott ez egy kifejezetten jól sikerült remake, igen, lehet, hogy nekem még jobb is, mint az eredeti, a Robin Williams, Nathan Lane féle. Ott a Nathan Lane, ez szerintem egy Oscar jelölt alakítás minimum. Nagyon jó, volt. Nagyon tehát jó volt. Tehát az egy snap volt, hogy ott őt így nem emelték ki, az egy csodálatos alakítás. Hát és óriási ötlet volt az, hogy Floridába vagy Miami-ba helyezi, ami tényleg egy ilyen buliváros, meg szóval, tehát, és igen, van egy pár travesti bár, meg mint, szóval, hogy úgy a helyén volt, nem érezted erőltetettnek a dolgot, így tökre működött. Ja, akkor még ez egy ilyen kicsit ilyen tabubb téma volt, hogy ilyen főszereplőket mutassanak, ugye volt a... Még a madárfészek idején is? Szerintem még igen, akkoriban hát bőven kevesebb volt, most nézzük ma. Tehát akkor volt a Priscilla, de ez egy ausztrál film volt. Nagyon a Sivatag királynőnek kalandjai, vagy a... Az talán, az még egy korábban volt, mint a madárfészek, a Wong Fu Kösz minden, Julie Newmar, ugye Patrick Swayze és Wesley Snipes játszottak, meg John Leguizamo travestiket. Nincs meg a Wong Fu. Nem már. Nincs meg a Wong Fu. Nincs meg. Hát én láthatom travestinek Patrick Swayze-t. És egy... Wesley Snipes-ot. És egy tök aranyos film. Hát, a Pink Flamingos. Egy tök aranyos film. Az oké, az meg, igen. Igen, jó, mondjuk ő egy ilyen trash alter vonalon mozgott. Hát ahogy megcsinálta az Óza csodák csodáját. Filmi a Trouble, igen, meg Rörösszi Ranyogok, meg a Basket, valamilyen. Hát a Víz volt az az Óznak egy ilyen hajlak. Fekete változata. Na, Crybaby. A hajlak egy jó példa. Igen. A hajlakból az eredeti botrányos. Ja, az már így Jordan. De igen, jó, nagyon jó arra, igen. Igen, a hajlakból nem tudom, láttátok az eredetit, az borzasztó. De nem úgy, tehát, hogy ellenszenves a kis csaj, aki a főszerepet játsza, mindenki ellenszenves, borzasztó. Miközben az új változat tök rossz, tehát, de kedves. Tehát értitek, hogy mit mondok? Értem, színvonalában mind a kettő rossz, de legalább jó szándékú volt. Én bírtam egyébként a hajlakot, ilyen John Travolta, az vicces és volt, minden. mint igen. Nem. Testes asszonyság. Nem volt erre semmi. Soha rosszabbat, ahogy szokták mondani. Igen. Még az izét ott eszembe, az egy western feldolgozás volt a James Mangoldtól a Börtönvonat Jumába. Igen. Én megnéztem az eredetit is, egyszer egy filmklub előadtam róla, a két filmről, és szerintem jobb az új. Tehát a Russell Crowe, Christian Bale féle remake, az egy kifejezetten, mint önmagában western is nagyon jó, de hogy jobban működik sok szempontból, mint az eredeti fekete-fehér western, úgyhogy azt még ajánlom esetleg, ha valaki nem ami látta. Ami érdekes, mert azért ezt is már megbeszéltük, hogy akkor a western az mikor működik, és mikor nem, és van modern western is, ugye ott van vannak például jó modern westernek, igen, kevésbé ismert darab, például Kevin Costnertől, mondjuk az is 20 éves, a Fegyvertársak. Igen, azt pont a múltkor mondtam, hogy jó. Még a romantika is, igen, úgy fért bele, igen. hogy nem volt ciki. Nem beszélnek arra a filmről sehol, pedig tök jó western. Igen, igen, tehát, hogy így csinált jobb filmeket is, és mindig a rosszabbakat jegyzik meg. Igen, a jövő hírnöke is. Igen, például. Na, de hogy most szerintem megint egy csomó mindent kihagytunk, de ez azért jó, mert a nézőink és a hallgatóink azok megint lehetőséget kapnak, hogy megírhassák azt, hogy szerintük mi az, amit kihagytunk, és ha tudnak olyat még ezeken kívül, ahol a remake jobb lett, mint az eredeti, akkor azt meg végképp nagyon örömmel várjuk, mert hát ebben bajban voltunk. 5-6-ot tudtunk összeszedni, kevés van, sajnos. Azt mondtuk, igen. Hogy jó, igen, és ez azért aláhúzza azt, hogy talán nem kell hozzányúlni, nem? Igen. Igen, vagy nyomósokkal. Szóval, hogy ezeket is írjátok meg mindenféleképpen, mert hogy ez volt a Full HD ezen a héten, én Tímár Ágnes vagyok. Én Szöröskei Gábor. Én Báros Csaba voltam. Jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.